Hőségriadó. A rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a vörös kódot. Hitelenyhítés. Idén már 851 millió forint tartozást engedett el az állam. Modernizálnak a mezőgazdaságban. A magyar agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt évben. A rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a vörös kódot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra már csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt. Az érintett területeken a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot is meghaladhatja, ezért volt szükség a riasztás életbe léptetésére. Az előrejelzések szerint a hőség kedden is tovább fokozódik. Már a délelőtti órákban is tikkasztó volt a hőség Nyíregyháza belvárosában. A párakapu, az árnyékos helyek, valamint a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíthet elkerülni a hőártalom hatását, amely dr. Újhelyi János szerint egy többbetegségi tünetet és súlyos állapotot is magában foglaló tünet együttes. Ebbe benne van a hőség okozta ájulás, rosszulét, mindenki napszúrásról beszél, az is csak egy része ennek, a hőguta, a hőártalom, ezek együttesen a hőártalom keretébe tartoznak. Azt kell tudni, hogy a minél relatíve nagyobb egy testfelület a testtömeghez képest, annál jobban, nagyobb veszélynek van kitéve a hőártalomnak. Ezt úgy kell érteni, hogy minél kisebb egy szervezet, annál nagyobb relatíve a testfelülete. Következésként a külső hőmérséklet hamarabb felmelegíti, ha hideg van, ezek hamarabb lehűti. Ez értendő a folyadékveszteségre is, ugye, mert a szervezet így védekezik, és ezért a kérdésére azt mondom, hogy a minél kisebb egy kis gyermek, ez ugye egy újszülött csecsemő, annál veszélyeztetebb, mert relatíve nagyobb a testfelülete. Van egy másik kategória, az idősebb korosztály, őnekik meg a hőszabályozásukkal van mindenképpen gond. A folyadékfogyasztás megfelelő mennyiségére azonban nincs általános előírás. Dr. Újhelyi János szerint leginkább a szomjúságérzést és a vizelet minőségét kell figyelni a hőség ideje alatt. A normálisan 3 óránként van vizelet, és az helyjel közel a vízhez hasonló, vagy csak minimálisan színezett, akkor az elegendő folyadékellátás jelent. De ha be van sűrűsödve, vagy egy fél napig nincsen vizelet, akkor mindegy, hogy mennyit ivott, az még az kevés. A tűző napon való tartózkodás fokozza a folyadékvesztést, a munkavégzés, illetve az izommunka pedig a hőtermelődést. A munkáltatóknak a hőségriadók ideje alatt különleges munkavédelmi előírásoknak kell megfelelniük, így biztosítaniuk kell a szükséges védelmet és pihenési időt is a munkavállalók számára. Oda kell figyelni, hogy a dolgozók részére, akik szabadban dolgoznak, vagy ilyen meleg munkahelyeken dolgoznak, ahol az említett hőfok feletti hőmérséklet van, legalább fél óránként biztosítani kell a megfelelő mennyiségű ivóvizet, vagy ásványvizet, vagy olyan üdítőt, amely nem cukrozott, hanem megfelelő sótartalmat tartalmaz, tehát 0,15-0,25 közötti sótartalmat tartalmazó ásványvíz kell, hiszen az ember, mikor izzad, rengeteg folyadékot vesz, ahhoz, hogy a szervezete bírja. Vasárnap délutántól a hőségriasztás ideje alatt a nyíregyházi állomáson is ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV Start. A hűtött ásványvizet a vasúttársaság, amíg az időjárás ezt szükségessé teszi, naponta 10 és 17 óra között osztja szét az utasok között. A MÁV emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy folyadékkal kezdje meg a vasúti utazását. 2018 első fél évében több mint 1600-an kérvényezték a hitelenyhítést, közülük több mint 800-an meg is kapták. Január 1-től ugyanis egy jogszabály értelmében a kormány a meglévő és az újonnan felvett lakáscélú és meglévő szabad felhasználású jelzálog hitelekből elenged 1-1 millió forintot harmadik gyermek születése esetén. Tavaly novemberben jelentette be a kormány a lakáshitel tartozás enyhítéséről szóló rendelet részleteit.
Ennek értelmében minden 2018. január 1-e után megszülető harmadik és további gyermek után igényelhető a hitelenyhítés, már a terhesség 12. hetétől, sőt az örökbefogadott gyermekek után is. A támogatást a területileg illetékes járási hivatalnál lehet igényelni díjmentesen. Mindenki után a kormány átvállal 1 millió forintot. Körülbelül 1500 kérelem érkezett be, ennek több mint a felét már feldolgozták az illetékesek, és meg is kezdődött a hiteláltállalás. Körülbelül 3-400 esetben az elbírálás még folyamatban van. Közelíti az 1 milliárd forintot annak az összegnek a kifizetése, amit igényeltek eddig a családok. Idén eredetileg 17 milliárd forintos keretet szánt a kormány erre a programra, ezt később 10 milliárdra módosították. Ez évente 10 000 gyermeket jelent. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, ez a támogatási keretösszeg felülről nyitott. Elhúzódó hatású döntésről, intézkedésről van szó, tehát a jövő évre is ugyanúgy élni fog. A költségvetésbe természetesen be kellett írni egy számot, de ez egy abszolút virtuális szám, tehát amennyiben ezt felül írja a szaporulat, akkor természetesen a kormány előteremti az ehhez szükséges forrásokat. A bankok ezt a támogatást előtörlesztésként számolják el, vagyis azoknál a családoknál, akik megkapják a támogatást, az előtörlesztési díj egy részét az állam fizeti. A magyar agrárvállalkozó kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt évben. Egy harmaduk pedig idén tovább növeli a beruházásokra fordított összeget. Kapacitás bővítés helyett azonban inkább a modernizációra koncentrálhatnak a mezőgazdaságban. A gazdák több mint 40%-a tervezi, hogy nyit a precíziós technológia elemei felé. A gazdák 67%-a hajtott végre beruházást tavaly, ami a két évvel korábbihoz képest 17% pontos emelkedés jelent. Ezek nagy része nem a bővítést, hanem az eszközpark modernizálását érintette. A felmérés szerint technológiafejlesztést 64%-ban terveznek a gazdálkodók, közel kétszer annyian, mint két évvel ezelőtt. A korszerűsítések a hatékonyságot is növelik, ami a következő évek kulcskérdése lehet azért is, mert a kapacitásbővítések számára korlátot jelenthet a jelenlegi magas foglalkoztatottság. Az agrárcégek az elmúlt években egyre fokozottabb mértékben érzik a megfelelő számú munkaerő hiányát, az ismétlődő, szakképzettséget nem igénylő feladatok elvégzésére hosszú távon épp az automatizációs megoldások, technológiai beruházások adhatnak választ. A munkaerőhiány kikényszeríti azt, hogy akkor a modernizációnak kell erre lépni, ahol már kézi munkaerőt el lehet hagyni, ott mindenhol el kell hagyni, és olyan technológiai berendezéseket vásárolni, amelyik egy menetben több műveletet el tud végezni. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a világ erre megy el, de ez a munkaerőhiány, ez kényszerből is, akár még pályázat nélkül is, aki talpon akar maradni, az kénytelen együtt haladni ezzel a korral. Ugyanakkor a modern gépek használata is megfelelő szakképzettséget igényel, és többek között a mezőgépész szakma is évek óta hiány szakmának számít. Györdöki körbe kerülünk bele, ezek a gépek valóban olyan ismereteket kívánnak meg, ami már össze nem vethető azzal, amit mondjuk valamikor 15-20 évvel ezelőtt, ha beszélgettünk egy mezőgazdasági gépkezelőről, akkor azt hittük, hogy az reggeltől estig hótkoszos olajos ruhába fog ülni a gépbe, most meg egy modern számítógépe szobába érezheti magát, aki ezekben a jelenlegi precíziós gépekben beszáll. Támogatások nélkül is fejlesztették gazdaságukat a magyar agrárvállalkozók, a mezőgazdaságot érintő beruházások esetében a tavalyi eredményekhez képest nőtt a bankhitel vagy a leasing aránya. A fejlesztéseket 60%-ban saját, 30%-ban banki forrásból hajtják végre a vállalkozások. A bankhitelek arányát az agrárcégek 20%-a növelni a következő 12 hónapban, leasing finanszírozás pedig 15%-kal többen vennének igénybe. Elérhetők a felsőoktatási intézmények által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet legkésőbb augusztus 6-áig. A pótfelvételi során már csak egyetlen képzés jelölhető meg, valamint csak azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzése sem vettek fel a július 25-én zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is jelentkeztek felsőoktatásba.
Szeptember 1-én lejár a törvényben foglalt határidő a 2005 előtt megkezdett felsőoktatási tanulmányok befejezésére, így akik 13 évvel ezelőtt jutottak be valamilyen egyetemre vagy főiskolára, de máig nem tettek záróvizsgát, hamarosan már biztosan nem szerezhetik meg a diplomájukat. A felsőoktatási államtitkárság még 2015-ben egy rendeletmódosításban 2018. szeptember 1-ig adott haladékot az érintetteknek, hogy diplomát szerezzenek. Voltak, akiknek még az abszolutóriumok is hiányzott, vagyis nem teljesítettek minden tanegységet vagy vizsgát, ők ezt 2016. szeptember 1-ig tehették meg. A többségnek azonban a szakdolgozat, diplomamunka hiányzott, tavalyi adatok szerint ez több mint 20 ezer egyetemistát és főiskolást érintett. A legfrissebb statisztikák szerint a magyar lakosság fele elhízott. Egy átlagos magyar ember naponta 750 forintot költ ételre és alkoholmentes italra. Az elhízás legfőbb oka még mindig az, hogy az emberek többsége nem megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot fogyaszt. Ez pedig hosszú távon akár komoly betegségek forrása is lehet. Az emberi szervezet vegyes táplálkozásra van berendezve, vagyis az étrendnek tartalmaznia kell zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat is. Számos kutatás vizsgálta, hogy mi lehet az elhízás oka, már mindhárom összetevő felelőssé vált legalább egyszer. A kérdés nem az, hogy mit kell vagy nem kell enni, hanem az, hogy mikor és mennyit. Nagyon sok mindent kell megadni a szervezetnek, inkább azt szoktam javasolni, hogy a arányokat érdemes változtatni, és azt, hogy mit mivel kombinálunk. Tehát mindenképpen érdemes zsírt fogyasztani fehérjével. Ugyanis, hogyha csak fehérjét fogyasztunk, húsokat, tejtermékeket, akkor nagyon hamar meg tudunk éhezni, viszont ha rakunk hozzá kellő mennyiségű zsírt, akkor sok ideig nem leszünk éhesek, és jól lakottnak érzi magát a szervezet. Érdemes szénhidrátot kombinálni, például fehérjével, de oda már zsírt semmiképpen nem javasolnék. Inkább a szénhidrátnak a bevitele az inkább dél körül javasolt, és estére pedig inkább fehérjét és zsírt javasolnék. Ez sem törvényszerű mindenkire nézve, hiszen minden szervezet más, minden ember más bioritmussal éli a hétköznapjait. A nem megfelelő minőségű és mennyiségű táplálék okozza az elhízást, ami hosszú távon komoly károkat okozhat a szervezetben. Az elhízás az ugye a szervezet teljes egészére kihat, leginkább ugye a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázatát növeli meg, de bizonyos fajta daganatok is gyakrabban alakulhatnak ki, rontja az elhízás az immunrendszernek a működését, magasabb a cukorbetegség, a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázata, tehát számos problémát tud okozni az elhízás, és ugye minél fiatalabb korban, meg ugye minél nagyobb mértékben hízik el valaki, annál nagyobb a kockázatnövekedés. Fontos a megelőzés és a rendszeres kontroll, amihez a testtömegindex nyújthat segítséget. Ki kell számolni a testtömegindexet, ebbe a házi orvos tud segíteni, vagy akár ugye interneten is meg lehet találni a megfelelő képletet, rá nagyon egyszerűen ki lehet számolni, és akkor az meg fogja mutatni, hogy el vagyunk-e hízva, és hogyha igen, akkor milyen mértékben. A szakemberek egyhangú tanácsa, hogy ha a mutatószám problémát jelez, nem szabad fogyókúrába kezdeni, mert azzal még többet árthatunk a szervezetnek. Érdemes életmódot váltani, ami havonta 1-2 kg-os testsúly csökkentést jelent. Második NB1-es meccsén is 4 gólos vereséget szenvedett a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese Kispesten a Budapest Honvéd otthonában lépett pályára, és a hazaiak 1-0-ás félidő után 4-0-ra megnyerték a mérkőzést. A Kisvárda a következő fordulóban Újpestre látogat. A nyitófordulóban a Videotontól elszenvedett 4-0-ás vereség után érthetően javítani akart a Kisvárda, amely a nemzetközi porondon is érdekelt Honvéd otthonában lépett pályára. Szűk fél óra elteltével büntetőhöz jutottak a hazaiak, Danilo pedig gólra váltotta a megítélt 11-est. A 73. percben Jánváriró saját kapujába pattant a labda, majd a 85. percben Gazdag szerezte meg a Honvéd harmadik találatát. A hosszabbításban még Lukács is bevette Felipe kapuját, így második élvonalbeli meccsén is 4 gólos vereséget szenvedett a Kisvárda. Az elején elég jól enytártunk, próbáltunk a megszerzett labdából kijönni, és igazából ugye 11-es kellett ahhoz, hogy meg tudja szerezni a vezetést a Kispest. Nyilván utána is nyomtak minket, próbáltunk váltani, aztán kellett hozzá egy ilyen, próbáltunk kiegyenlíteni, kellett hozzá egy ilyen szerencsétlen gól, amivel ugye megszerezte a második gólját, és tehát növelte az előnyét a Kispest.
utána pedig mindent elkövettünk azért, hogy gólokat kapjunk, szerencsére csak kettőt kaptunk utána. Tehát úgy, hogy is mondtam, amíg ilyen hibákat elkövetünk, addig nem fogunk tudni még pontot se szeretni. A forduló további eredményei a következők: Diósgyőr Puskás Akadémia 2-2, MOL Vidi FC Paks 1-1, Debrecen Mezőkövesd 1-1, Szombathely Újpest 2-2 és MTK Budapest Ferencváros 1-4. Két fordulót követően a Ferencváros és a Budapest Honvéd 100%-os az NB1-ben. A pont nélküli sereghajtó Kisvárda vasárnap Újpestre látogat. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks. Az első edzésen ott volt a Sopronból igazolt center Tóth Gerge is. A bajnokság szeptember közepén rajtol, addig a konditeremben és a parketten izzadnak a játékosok. Saját rendezésű tornája nem lesz a klubnak, így idegenbeli edzőmérkőzéseken készülnek majd fel a szezonra a kék cápák. Az új évad első edzését hétfő délelőtt tartotta a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapatból többen hiányoztak, a távozó Nagy Krisztián mellett a szkopjei Európa-bajnokságon szereplő Sitkumárton, a szófiai ebé utáni pihenőjét töltő Fazekas Csaba és a délután érkező egyik új szerzemény Bazsó Bruno sem volt ott a Continental Arénában. A többieket viszont alaposan megizzasztotta a konditeremben Tarnóti Zalán erőnléti edző. Korábbi évektől eltérően egy nagyon komoly mérési rendszerrel indítjuk az évet, és erre progresszívan építjük fel a munkát, de egyébként a hangsúly az a robbanékonyság kiszolgálásán van. Mint Siska János edző elmondta, az első hét még amolyan rávezető hétnek számít, a cél az, hogy felmérjék a játékosok állapotát. Az első napokban teszteket végeznek el a srácok, felméréseket, holnap megyünk Debrecenbe egy terléses EKG-s tesztre, illetve próbáljuk felvenni a ritmust. Még nem vagyunk teljes létszámmal, de folyamatosan érkeznek a játékosok, és egyre keményebb munka lesz. Az első edzésen már ott volt a Blue Sharks új szerzeménye, az átcsoportos Soprontól érkező Tóth Gerge is. A 205 cm magas center reményei szerint segítségére lesz majd a kék cápáknak. Volt egy készsérülésem és vállizlakadásom. Úgy mondanám, hogy használhatatlan voltam a múlt szezonban, az A csoportban. Nagyon sok mérkőzést kihagytam. Én úgy gondolom, hogy ez a B csoport elég erős ahhoz, ez a liga, hogy újra visszanyerjem a formámat, segítsem ezt a csapatot legjobb tudásom szerint, és ha úgy alakul, ezzel a csapattal is meg tudjuk próbálni az A csoportot, ha sikerül feljutnunk. Természetesen ez a célom, és a csapat célja is. Tóth Gergely mellett Busz Iván a nyíregyháziak legrutinosabb játékosa. Az irányítóra korábbi csapatkapitány Nagy Krisztián távozása miatt az eddigieknél is több teher hárul majd. Már lehetett tudni szezon vége felé, lehetett sejteni, hogy Kriszó nem marad. Így ugyebár Cingivel mi maradtunk a két legidősebb hazai játékos, így valószínű, hogy nagyobb szerep hárul majd ránk az öltözőben és a pályán is. A pályán igazából évről évre nagyobb szerep hárul rám, amit már említettem is, és mindig igyekszem alkalmazkodni, illetve megfelelni az elvárásoknak. Idén sem lesz ez másképp. Fura lesz, hogy még mindig úgymond csak 25 éves vagyok, de már a rutinrókák közé fog tartozni a csapatba. Igyekszem majd megfelelni. A kék cápák egy néhány napos szlovákiai túrától eltekintve hazai környezetben készülnek. Tornát nem rendez a Blue Sharks, amely így A és B csoportos csapatok elleni idegenbeli edzőmeccsekkel készül majd fel a 2018-2019-es szezonra. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a vörös kódot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra már csak nem az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt. Az érintett területeken a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot is meghaladhatja, ezért volt szükség a riasztás életbe léptetésére. Az előrejelzések szerint a hőség kedden is tovább fokozódik. Tavaly novemberben jelentette be a kormány a lakáshitel tartozás enyhítéséről szóló rendelet részleteit, amely idén januárban lépett életbe. Minden 2018. január 1-e után megszülető harmadik és további gyermek után már a terhesség 12. hetétől, sőt az örökbefogadott gyermekek után is igényelhető. A támogatás keretösszege felülről nyitott, jelenleg 10 milliárd forint.
A magyar agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt évben, egyharmaduk pedig idén tovább növeli a beruházásokra fordított összeget. Kapacitás bővítés helyett azonban inkább a modernizációra koncentrálhatnak a mezőgazdaságban. A gazdák több mint 40%-a tervezi, hogy nyit a precíziós technológia elemei felé. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 30-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is folytatódik a hőség, melyet többfelé zivatarok enyhíthetnek. Továbbra is meleg és magas nedvességtartalmú levegő alakítja időjárásunkat. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, a késő esti órákig még zápor, zivatar is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként élénk marad. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. Zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is várható. Az északi szél megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is folytatódik a füllett, meleg idő, többnyire 30 fok fölötti csúcshőmérsékletekkel. Az éjszakák is alig hoznak majd enyhülést, hiszen jellemzően 20 fok körül vagy afelett alakul a hajnali minimum. Emellett csütörtökig nagy számban alakulnak ki zivatarok, amelyek a hőséget átmenetileg mérséklik ugyan, de a füllettséget nem. A hét második felében is marad a kánikula, de szárazabbra fordul az idő.